Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Egy békés, nyugodt évet vihet végig a képviselő testület, mely végén egy működő és fejlődésre ítélt várost adhatunk tovább az utókornak, mondta a legfontosabb napi rendi pont bevezetőjében Bozsalik Róbert polgármester a bátaszéki önkormányzat soros ülésén. A testület egyhangulag támogatta a gazdálkodási programot. Első változatában egyhangú döntéssel fogadta el Bátaszék 2019 évi költségvetésének tervezetét a képviselőtestület. Bozsalik Róbert polgármester úgy fogalmazott, egy békés, nyugodt évet kivihet végig a testület, melynek végén egy működőképes várost adhat tovább a választások után a következőknek. Az önkormányzat markáns bérfejlesztéseket kíván végrehajtani a garantált bérminimumból adódó növekedésen felül, hiszen látjuk, hogy adott esetben a köztisztviselők esetén, gondozási központi dolgozók esetén, vagy a konyhai dolgozók esetében jelentős lemaradásunk van. Szeretnénk a dolgozóinkat megbecsülni, maradásra bírni, és ehhez mindenképpen áldozatot kell hozzunk pénzügyi szempontból, hogy olyan béreket tudjunk biztosítani, mert versenyképesebbé válunk, hogy itt tudjuk őket tartani. Ez fontos alapja volt a költségvetés összeállításánál. Igyekeztünk minden területre odafigyelni ebben az esztendőben is, komoly forrásokat biztosítunk a szociális ellátására, a szociális feladataink ellátására, mint egy 31 millió forint fog meghatározásra kerülni, és ebből fogjuk az ellátottak pénzügyi ellátásait biztosítani. Igyekeztünk arra, hogy a városüzemeltetés terén a szükséges források rendelkezésre álljanak a Bátkom Kft-nél. Közművelődésben igyekszünk mindazokat a vívmányokat megtartva olyan költségvetési forrásokat biztosítani, hogy elegendő legyen a rendezvényeinkhez, programjainkhoz. Ez nagyon fontos. Igyekeztünk a társadalmi szervezeteink számára is legalább 2018 évi támogatást biztosítani. Talán a tűzoltóság lóg egy kicsit ki ebből a sorból, ők valamivel többet kapnak nagy valószínűséggel, mivel ott is komoly bérfeszültségek alakultak, és a támogatás nem nő. De a többiek számára legalább a tavalyi évi támogatást biztosítjuk. Civil szervezetek számára ugyanazok a keretek rendelkezésre állnak, mint 2018-ban, hogy pályázati források segítségével a működésüket tudjuk támogatni. Stabil, működés biztosító tartalékokkal rendelkezünk, akár céltartalékokkal, akár általános tartalékkal, és hát fejlesztünk, felújítunk 2019-ben is. Egyrészt igyekszünk befejezni azokat a pályázatainkat, amelyek áthúzódóan 2019-ben nagy valószínűsége befejeződhetnek, vagy befejezéshez közeli állapotba kerülhetnek. Gondolok én az agrárlogisztikai központra, vagy az ipari alapinfrastruktúra kiépítésére. De saját forrásból is tervezünk feladat megvalósítást. Befejeződik a Garai utcának a felújítása 2019-ben, intézményi épületeket újítunk föl, nagy valószínűséggel fűtéskorszerűsítünk, tehát igyekszünk folyamatában biztosítani a város működését 2019-ben is. A Kövesd városrészben lakók a következő napokban nehezebb életkörülményeket élnek majd meg. Az áldozatnak azonban meg lesz az eredménye, hiszen rekonstrukció veszi kezdetét a szennyvízhálózatban. Kövesden a szennyvízberuházás folyamatban van már, igaz, az elején tartunk a kivitelezésnek, de hát most is már találkoztunk olyan problémával, ami sajnos, ha átmenetileg is, de nehezíti a lakosságnak az élhető körülményeit. Ehhez kapcsolódóan március végéig nem tud bemenni a helyi járatos autóbusz, mivel olyan szűk az útburkolat, hogy nem fér el biztonsággal az autóbusz, így hát muszáj egy külső megállót létesíteni a település elején. A már említett költségvetésben források is megjelennek a fejlesztések finanszírozására. Új beruházásra számítunk a művelődési ház vonatkozásában. Itt a tervezési munkát el is kívánjuk indítani, a fűtésrendszernek az átalakítása, mivel meglehetősen régi már, és ezzel együtt egy korszerű technológiát kívánunk építeni. És hát valószínű, hogy ezzel megszűnne az épületnek a károsodása is, mert rengeteg víz folyik el jelenleg a fűtési rendszerből. Aztán a nemrég megvásárolt volt számvevőségi épület, ennek a felújítását is tervezzük. Ennek alapja viszont egy állapotdokumentációnak az elkészítése, ami szintén a mai napon jóvágyotta a képviselőtestület.
Március 1-től indul az új közfoglalkoztatási program, mely egy éven át 19 főnek ad majd munkalehetőséget Bátaszéken. 11 fő segédmunkás, 1 fő közfoglalkoztatás szervező, 2 karbantartó, 2 főt a Bátaszékért Marketing Kft. Munkájába vonnánk be, 2 fő a hivatalban segédkezne portásként, illetve irodai munkán. Ezen kívül 1 főt alkalmaznánk még az óvodai konyhán. Tehát így áll össze ez a 19 fő. A tavalyi évi arányokkal számoltunk, ugyanis pontosan még a támogatás intenzitásáról nincsen információnk. A tavalyi évben 70% volt a támogatás, és ehhez 30%-os önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak, ami 6,5 milliót jelentett a tavalyi évben is. Ezt terveztük be az idei évre is, és ez számszerűen azt jelenti, hogy 2019-ben 4 millió 900 ezer forintot biztosítunk, és az áthúzódó 2 hónapra pedig 1 millió 600 ezer forintot. A testület még ebben a hónapban újra összeül, hogy véglegesítse a 19 évi költségvetést. Már a nyárra megoldódhat a szennyvíz elvezetés Bátán, Lajvéron és Kövesden, továbbá beüzemelhetik az új szennyvíztelepet Bátaszéken. Jól halad az építkezés, és megkezdték a próbaüzemet, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, a települések régóta vártak már erre a fejlesztésre. Ezek a felvételek 3 hónappal ezelőtt készültek a bátaszéki szennyvíztelepen. Egy beruházás részeként új medencét építettek, és új technológiai elemeket helyeztek el a telepen. Január végén pedig elindult a próbaüzem, mondta Halász Tibor, a kivitelező cég projektvezetője. Bátaszéken gerincvezeték, gravitációs gerincvezeték 2800 méter épül, azon kívül 152 darab házi bekötő csatornát építünk, tehát 152 új ingatlan lesz rákötve a csatorna rendszerre, ugye ezzel lesz elvileg 100%-os a településnek az ellátottsága. Ehhez természetesen egy kb. 2 km nyomóvezeték is kell, ugye, hogy az átemelőkön keresztül a szennyvíz tisztítóba tudjuk nyomni a szennyvizeket, ez kb. 2 km. Jól haladnak a munkálatok Bátaszéken, amit a településen élők üdvözülnek. Megoldódik a szennyvíz elvezetés a Bátaszékhez tartozó Lajvéron és Kövesden is. Nagyon-nagyon örülünk, hogy most már tényleg ahhoz a mérföldkőz érünk lassan, hogy befejeződik Bátaszéken a szennyvízberuházás. A telepkorszerűsítés kapcsán azt lehet mondani, hogy szinte készen van a szennyvíztelep, hiszen megkezdődött a próbaüzeme, ami azt jelenti, hogy terelés alatt az új elemeket, új berendezési tárgyakat vizsgálják. Természetesen még nem teljes kapacitással, hiszen a megépült vezetékek rákötése egy későbbi időpontban fog történni, de a 6 hónapos próbaüzem alatt ez is be fog következni, tehát ott már jól állunk. A vezetékek építése tekintetében, mind elhangzott a sajtótájékoztatón, Báta település esetében teljes egészében elkészült a vezetékrendszer. Bátaszék esetében zajlik Kövesden, Lajvéron, illetve az Orbánhegyi úton a vezetékeknek az építése, és egy jó másfél-két hónap múlva a Gauzer telepen is megkezdődnek majd a kivitelezési munkák, és mi is úgy tervezzük, illetve a kivitelezők is úgy tervezik, hogy kora nyáron a vezetékek is elkészülnek. Így gyakorlatilag a telep próbaüzeme ideje alatt mind a két településről be fog érkezni az a szennyvízmennyiség, amelyel ki lehet próbálni, hogy megfelelő paramétereket tud-e tisztítás után biztosítani a szennyvíztelep. A beruházás különösen fontos Báta életében, mondja a település polgármestere, mert számtalan kellemetlenség eredt abból, hogy éppen a környezetvédelmi és turisztikai szempontból fontos részeken áradt a bűz a főcsatornából. Ez a szennyvíz projekt először is jelentős beruházás Báta életébe is, ugyanis a településnek egy nagy része nem volt biztosított a szennyvíz elvezetéssel. Ráadásul az a terület, ami a Dunadráva Nemzeti Parkhoz tartozik, és az élő vizek mellett húzódik a településnek ez a része. Ami nagyon fontos ebbe a programba, hogy kibővül Bátaszéken a szennyvíztisztító telep, ugyanis olyan problémák voltak régebben a felmelegedéskor, és természetesen nyáron a vízszint is csökken,
és a beengedett víz, tehát a tisztított szennyvíz, az véleményem szerint, és nagyon sokak véleménye szerint nem volt megfelelő minőségű, ezért nagyon sokszor volt az, tehát egy-egy olyan nyáron, ahol nagy meleg volt, hogy megfordult a víz, és halpusztulás, és nagyon kellemetlen dolgok történtek. Sok esetben nagyon kellemetlen bűz áradt ebből a vízfolyásból, ami ellen szinte nem tudtunk semmit tenni, nem beszélve arról, hogy tovább engedték ezt a szennyvizet, és az élő vízfolyásba, ami egyben a Bátai Horgász Egyesület területe, a Holduna, tehát horgászat szempontjából, mint üzemeltető, hát elég kellemetlen szituációkat adott, akár a döglött halak témájába, akár a felfordult víz dolgába. Alapvetően ugye a telep az idő folytán nem tudta már biztosítani azokat a tisztítási paramétereket, amik most már a környezetvédelmi előírások alapján szükségesek, és így Báta volt az elszenvedője, hiszen az a befogadó, amiben a szennyvíz, tisztított szennyvíz beérkezett, ez Báta települést érintette. Ugye ez egyrészt sokkal jobb minőségű tisztított szennyvizet fog biztosítani az elkövetkező időszakban, tehát ez az egyik cél, amit tud teljesíteni maga a beruházás. A másik az, hogy a mi településünk esetében is, Báta esetében is, mi esetünkben biztosan 100%-os lesz a csatornázottság a településen, tehát minden egyes ingatlan igénybe tudja venni, sőt igénybe kell, hogy vegye a szennyvíz vezeték által biztosított szolgáltatást. Az 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg, és ha minden így halad, az év második felére be is fejeződhet. Történelem ember közelben. Ezzel a címmel indított előadás sorozatot Sümegi József, a bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója néhány évvel ezelőtt, amely mára népszerűvé vált a településen. Ezúttal Verbőci István tolnamegyei kötődéséről, valamint a magyar jogfejlődésért tett erőfeszítéseiről hallgathatott meg a nagyérdemű egy érdekes előadást. 1500-ban és 1501-ben az országgyűlésen már a köznemességnek a szóvivője, itt bontakozik és mutatkozik meg az ő kiváló szónoki képessége, és talán a politikai, legnagyobb politikai sikere az az 1505-ös Rákosi végzés, amikor sikerül az országgyűléssel ezt az 1498-as törvényjavaslatot törvénybe foglaltatni, hogy ezt pedig elmúlt alkalommal is beszéltem róla, jövő alkalommal is fogok még, tehát hogy a magyar, tehát amennyiben az uralkodónak nem lenne fiútóda, akkor magyar királyt fognak választani. Történelem ember közelben. Ezzel a címmel indított előadás sorozatot Sümegi József, a bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója néhány évvel ezelőtt, amely már olyan nagy népszerűségnek örvend a településen, hogy az érdeklődőkkel megtelt az iskola előadóterme. A szakember a magyar történelem jelentős alakjait és eseményeit mutatja be közérthető módon, miközben beszámol a történész szakma friss kutatási eredményeiről is. A 31. előadáson az érdeklődők Verbőci István a magyar jogfejlődésért tett erőfeszítéseiről hallgathatott meg egy érdekes beszámolót. Ez az előadás sorozat jó pár évvel ezelőtt azzal a szándékkal indult, hogy azt a tudást, amelyet a magyar történelemről, vagy amelyel jelen pillanatban én rendelkezem, azt próbáljam átadni azoknak az embereknek, akik érdeklődnek a múlt iránt. Ezért is adtam neki azt a sorozat címet, hogy Történelem ember közelben. Nyilván ebben benne van az is, hogy megmutatom a szakmának, a történész szakmának a legújabb eredményeit, ugyanakkor az embereknek az emlékeiben, iskolai emlékeiben élő történelemképet is próbálom egy picit árnyalni. A magyar történelemben, ugye említette, hogy ez már a 31. előadás, tehát a történelemben kronológiailag most a Jagellókorhoz érkeztem. Ennek az idei 4 részből álló előadásnak a 3. előadása már. Az első előadásban a Jagellókornak az általános jellemzőiről beszéltem, azokról az új vonásokról, amelyeket a legújabb kutatás hozott. Aztán összefoglaltam a Dózsa-paraszt háborúról szóló, tehát a Dózsa-paraszt háborúnak az esemény történetét, és ez a 3. előadás, ez most a magyar jogfejlődés, hiszen 1514-ben pontosan a Dózsa-paraszt háború leverését követően fogadták el a tripartitumot, tehát nyilván ez tematikailag ide illik, és van még egy előadás, amely majd II. Lajosról és a Mohácsi csata előzményeiről fog szólni.
Sümegi József mindig készül valamilyen újdonsággal, valamilyen érdekességgel előadásaira. Most sem volt ez másként. Elárulta, hogy verbőcím bárói rangját, pozícióját és mindazt, amit elért, egy Tolna megyei családnak köszönheti. Ez pedig a Szobi család, hiszen a felesége Szobi Mihálynak az egyetlen leánya volt, így megörökölte ezt a vagyont. Viszont Szobi Mihálynak a nagybátyja viszont László bátai apát volt, aki 40 éven keresztül volt egy prominens apátságnak az élén, ahova királyok jártak, tehát nyilván ezzel a háttértámogatás megvolt ahhoz, hogy maga a Szobi család is fölemelkedjen és bárói rangra jusson, és hát Berbőci nekik köszönheti az egész pályafutását és politikai karrierjét. Szobi János bátai apát felfigyelt a tehetséges kúriai jegyzőre, Verbőcire, és felkarolta. Így lett Szobi Mihály jegyzője, aki fiának tekintette és hozzáadta a lányát is. Így lett Verbőcinek vagyona. Vagyis a szerencséjének és tehetségének köszönheti, hogy egy egyszeri levéltáró munkatársból királyi ítélőmester és befolyásos ember vált. Az ő elévülhetetlen érdeme az, hogy egy jogi szóbeliségen alapuló rendszert, amely már valóban olyan problémákkal küzdött, amit nagyon nehéz volt kezelni, jogértelmezés és a joggyakorlat szempontjából is, azt ő írásba foglalta. Tehát úgy, ahogyan minden korszaknak nagyon fontos az, hogy legyenek leírt jogszabálygyűjteményei, ezt tette meg Verbőci, ezt foglalta össze, nagyon nagy szakmai hozzáértéssel, és hát ugye jól tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ez 1848-ig irányadó jogkönyve volt az egész magyar államnak. Ugye a Jagelló korban két nagyon erőteljes irányzat alakult ki, a bárói és a köznemesi irányzat. Ő ennek az egyik prominens alakja volt, és én úgy gondolom, hogy amit talán a hallgatók is jól ismernek, a Rákosi végzés 1505-ben, hogy csak magyar királyt fognak Ulászló halálra után választani, az tulajdonképpen Verbőcinek a nevéhez kötődik, mert az alapgondolat is tőle jött, és ez az egyik legnagyobb politikai sikere volt, hogy ezt sikerült elérnie. Az előadáson azt is megtudhatták, hogy bár a latinul, ógörögül és németül beszélő, teológiához is értő Verbőci nevét semmelyik egyetemnél nem találták meg, bizonyára ettől függetlenül volt felsőfokú végzettsége. Vagyis az semmi sem bizonyítja, hogy Budára majd valamelyik itáliai egyetemre járt volna, mint ahogy a könyvek említik. Sümegi József arról is szóltetett, hogy később, 1527-ben Szapolyai János királlyá választásakor kancellárjává és tanácsosává tette Verbőcit. Verbőci István egyébként 1541-ben halt meg, 83 évesen, feltételezhetően úgy, hogy a Szulajmán megmérgeztette. Ezúttal nem csak a jókedv és a tánc volt fontos a svábbálon, hanem a jótékonyság és a jövőtervezés is. A résztvevők képet kaphattak a tervezés alatt álló tanösvény előkészítéséről, és a tervezett német ház felépítéséhez is hozzájárulhattak téglajegyeikkel. A bátaszéki svábok életében kiemelkedő fontossággal bír a bál. Olyan társadalmi esemény ez, ahol a szórakozás mellett fontos a jövőt érintő kérdéseket is megvitathatnak. A kisebbségi és a többségi önkormányzat együttműködése kiemelkedően jó, mondja Séfer István elnök. A helyi önkormányzattól minden támogatást megkapunk, úgy a épületbe segítséget kaptunk, a klubhelyiségben, úgy anyagi támogatásba. Éves szinten olyan 500 ezer forint támogatást kapunk, amivel egyrészt a fúvószenekart tudjuk támogatni, másik felével pedig a Német Egyesületet. Rengeteg programmal tudjuk támogatni a várost, a Pünkösdi Fesztiváltól, a Disznótorosig, a Svábbától kezdve, tehát rengeteg programban tudunk részt venni és hathatósan együttműködni az önkormányzattal. Szeretnénk mi ezt az együttműködést tovább folytatni, és tehát gyakorlatilag ugyanezt a célokat tovább vinni. Aki szimpatizál a nemzetiséggel, aki még egy picit bátaszék és vábnak érzi magát, együtt ünnepelt. A bál az ünneplésen kívül a jótékonyságnak és a hagyomány további éltetésének is szólt.
jótékonysági, hiszen téglajegyet árusítunk, most kezdjük a téglajegy árusítását. Szeretnénk egy német nemzetiségi házat vásárolni az Egyesület számára, ahol az Egyesület hétköznapjait, az Egyesület rendezvényeit élhetjük, ahova használati tárgyainkat menekíthetjük, nyári táborokat szervezhetünk a gyerekeknek, és a mindennapjainkat élhetjük gyakorlatilag ebben a házban. Én abban bízom, hogy mindenképpen mélyíti a származástudatot, az identitástudatot, és szándékaim és reményeim szerint ez egy új közösségi tere lehet a németségnek. A Magyarországi Német Nemzetiségi Országos Önkormányzatnál nyertünk egy pályázatot a BMI támogatásával, tehát a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumnál 6000 euróval támogatták a tanösvény pályázatunkat. Ez a tanösvény 8 állomásból fog állni, és a közeljövőben reményeink szerint átadásra is kerül. A tanösvényünknek két mentora van, Dr. Gerner Éva és Dr. Gerner Zsuzsanna, akik Bátaszékváros szülöttei, és hát ők segítenek ebben a munkában, a szakmai részében. Nem sztereotípiákról, hanem magáról a településekről szól, mint például a Mária tisztelet, a szódavíz készítők. Bátaszéken nagyon-nagyon érdekes és izgalmas volt az, hogy három szódásunk volt, minden szódásnak saját színű üvege volt. Tehát egy Hofmeister szódás kék üveggel bírt, a Ritter szódás zölddel, Köller szódás fehér üvegekkel. Tehát az utcán valaki vitt a kezébe szódás üveget, tudni lehetett, hogy kihez jár. Ez egy izgalmas állomás lesz. Aztán nagyon izgalmas a sváb köművesek, sváb ácsok, munkások élete Törökországban. Kemal Atatürkkel nagyon jó viszonyt ápoltak. Volt olyan esztendő, hogy 600 német nemzetiségű köműves volt Isztambulban, Ankarában, és ők télen jöttek csak haza, tehát a nyaraikat ott töltötték. Nagyon sokan vannak még ma is köztünk, akik ottkint születtek. Szerelmek szövődtek kint Törökországban. Ez egy nagyon izgalmas történet az egyesületi életről, hiszen Bátaszéken nagyon jelentős volt mindig is az egyesületi élet, rengeteg egyesület volt, de talán az egyik legérdekesebb, ami csak a településre volt jellemző, egy bürger védegylet, kvázi egy polgárőrséget megelőző egylet. Ez egy nagyon-nagyon szép uniformussal bíró egyesület volt. Gerner Zsuzsanna tiszteletbeni konzul is hazalátogatott a várra. A Pécsi Egyetem német kanszékének vezetője azt mondja, nagyon fontos, hogy oktatási szinten is jelen legyen a hagyományok őrzése és a nyelvápolás. Sajnos a magyarországi kisebbségek és így a magyarországi németek is olyan mértékben asszimilálódtak nyelvileg és a kultúrájuk őrzésében is, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit ma már a családokban nem örökítenek tovább. És ennél fogva az oktatásnak óriási a felelőssége, azt gondolom. Nem annyira az egyetemi oktatásnak, sokkal lejjebb kell ezt kezdeni, tehát azt gondolom, hogy a köznevelésben, az óvodában, az iskolában óriási lehetőségek rejlenek, ami a nyelv átörökítését illeti, és hát ami a hagyományok átörökítését is. A mi felelősségünk az egyetemen az, és ezt a Pécsi Egyetem elég jól képviseli, hogy nem csak németet idegen nyelvként oktatunk a hallgatóinknak, hanem németet kisebbségi nyelvként is lehet nálunk tanulni. És ez tulajdonképpen annyiban különbözik az idegen nyelvszaktól, hogy aki német nemzetiségi nyelvet választ az egyetemen, az az egyetemi kurzusok keretében is megismerkedik a magyarországi németek történetével, magyarországi németek népi kultúrájával, a dialektusokkal, a nyelvhasználat kérdéseivel, a nyelv és az identitás összefüggéseivel, és ilyen tartalmakkal, és azt gondolom, hogy hát ezzel mindenképpen segíteni lehet azt, ami egyébként korábban, mondjuk az én generációmban még a családban jobban működött. A Gernet testvérek a tanösvényprogram legfőbb támogatói. Éva az Unzergyülgyi műsor főszerkesztőjeként a közelmúltban kapta meg a legmagasabb magyarországi német kitüntetést. Ez az Ehrennadling Gold, tehát ez az arany kitűző, aranydísztű, vagy nem is tudom, minek fordítják, németül ez olyan szépen szól, hogy Ehrennadling Gold, és hát az idén én voltam az egyik, aki ezt megkapta. Hát nem, most egy kicsit muszáj, szóval ez valószínűleg ez ilyen egyszer adódik az ember életében,
nagyon-nagyon meg voltam hatva, és nagyon-nagyon meghatott az, nem tudom, hogy tudja-e ez a televízió, de engem a magyarországi németek Tolna megyei önkormányzata és a Tolna megyei német önkormányzatok szövetsége terjesztett föl. És nem Baranya megye, ahol most már régóta a hazám az Bátaszék, ugye 11 évet töltöttem itt voltam gyerek, de most már az életem nagyobb részét ott töltöttem egy másik megyében, és a Tolna megyeiek terjesztettek föl, és mindenki, aki a szavazatát adhatta ehhez, egyhangulag azt mondta, hogy megérdemli, és neki adjuk. És ez nagyon nagy szó. A véletlenek úgy hozták, hogy már 35 évvel ezelőtt, képzeld el, az volt 1984-ben, akkor a Magyar Televízió akkori pécsi körzeti stúdiójához kerültem, és ott a német nemzetiségi műsorhoz, és azóta ott vagyok. Hát így hozta az élet, ez most már kivéthetetlen. A magyarországi németségnek az önazonossághoz nagyon-nagyon nagyban hozzájárulnak a rádióműsoraink, ugye napi 2 óra rádiót szolgáltatunk minden nap, 10-től délig, és heti rendszerességgel jelentkezik a tévéműsor, az Unzerbildschirm, a magyarországi németek műsora, minden nemzetiségnek van egyébként műsora, hát én most a németről beszélek, ugye az az enyém, és egyfelől azt gondolom, hogy óriási igény van rá, tehát az emberek szeretik nézni a szűkebb közösségüket. Szeretnek ezeken a témákon és műsorokon keresztül saját magukra találni, beazonosítani magukat. És ha valamit csinálnak, mondjuk most itt egy sváb bált, vagy szerveznek egy nemzetiségi napot, vagy bármit, akkor szeretik odahívni a tévét, a rádiót, szeretik megmutatni másoknak is, hogy milyen nemzetiségi programjaik vannak, hogy ők ezt hogy élik meg a saját kisebb közösségükben, és én úgy érzem, hogy ezek a témák, ezek az emberek, a nyelv jelenléte, bizony erősíti az identitást, abszolút hozzájárul ahhoz. Az, hogy jelt adunk, hogy ja, hát nem csak én vagyok sváb, hanem ők is, meg akiket most látok, meg hallok a rádióban, hát azok is. És ugye a nyelvvesztés nagyon nagy százalékos, abban is nagyon fontos szerepe van szerintem a nemzetiségi médiának, hogy legalább hallják azt a nyelvet, amit sok generáció már elveszített, ugye a németek esetében ez sajnos abszolút igaz. Most próbáljuk visszatanítani őket. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!